Na, hello. Sziasztok. Csak hát nehezen találtunk rá. Hát, jól elmondulva. Igen. Gyertek beljebb. Nagyon barátságos kis udvarban vagyunk. Hol is pontosan? Nem tudom, Maja utca. Románul Biszericsi. De persze, hogy a Google Maps-en ez nincs rajta, úgyhogy nehéz megtalálni. Kerülgetni kell egy kicsit. És hogy pontosan itt találtunk rád? Hát ide kötöztem egy éve kb. Tehát néha felmegyek a városba, néha elmegyek Szentgyörgyre, de nagyjából itt vagyok napi 24 órában. Jól értettem, hogy ez a családi... Nagyszüleimnek a háza, igen. És én örököltem. Ugye nem volt más, aki ide költözött volna, és akkor én próbálom rendbe rakni. Úgyhogy esett a választásod arra, hogy itt lakjál? Csendes falusi környezetben. Sose gondoltam, hogy ide kerülök igazából, mert én is sokáig városon voltam, sőt, 14 éves koromtól. Igazából én úgy emlékszem, hogy amikor nem volt iskola, akkor ide lejöttem, mindig nagyszüleimmel jártunk ide-oda, és én nagyon élveztem mindent csinálni, tehát szénát hájni, kimenni az erdőre, tehenekre vigyáztam. És utána ugye elsodort az egész minden, amit csináltam, mert bejutottam a liceumba, akkor ott azzal voltam, mert utána egyetemre, akkor elkerültem Temesvárra, és akkor az egész eltávolodott. Mostanig városon laktam, és egy idő után így kezdtem érezni, hogy szükségem van egy kicsit több térre, egy kicsit több zöldre, és akkor így lassan így kialakult, hogy hát én hazajönnék, és akkor csinálnék egy... Igazából telket akartam venni. És akkor a szüleimnek megengedtem, és akkor mondták, hogy hát ne foglalkozz ezzel, itt van a Szentkerei ház, és akkor te újíts el a házat, mi foglalkozunk a kerttel. Az állatokat nem tervezem egyelőre, de lehet, hogy eljön a pillanat, amikor oda kerülök, hogy na, egy csirkét, valamit valószínűleg fogok tartani. Kutyát, macskát? Azt nem biztos, esetleg egy kutyát. Ez itt egy pince, ezt még nagyapám építette. És az egyik legjobb dolog, amit van, ugye még gyerek voltam itt a Don tetejéről rengeteget, még szánkóztam is szerintem, itt ültünk, bámultunk, mindenhová szomszédokhoz át lehetett látni. Most ezt is rendbe fogom rakni szépen, és valószínűleg csinálok egy kis asztalkácéket a tetejére, tehát egy ilyen kiülős dolgot, esetleg ide egy filaróriát, valamit. Tehát most egy kicsit kisebb megtűnik az egész, a ház is, minden. Meg emlékszek minden centiméterre, de közben így összement. Én nőttem meg, és az egész összement. És a kertben akkor miket szoktál csinálni? Hát, ások, kapálok, néha segítek gyomlálni is. És hogy jól esett ezzel foglalkozni? Hát, én nagyon szeretek mind kint dolgozni, az igazság, hogyha nem kéne különösebben a számítógépen dolgozzak, mint grafikus, vagy nem kéne bent legyek és fessek, mert éppen bent festek, akkor legszívesebben egész nap kint lennék. Az elmúlt időszakban meg főleg, tehát szerintem erre sokan rájöttek, hogy azért mennyire fontos, hogy az ember ki tud jönni, és van helyed, és van mit csinálja el egész nap, tehát hogyha nem is benn vagy, benn rosszul vagy, vagy nem esik jól már a számítógépet, akkor kimész, és akkor találok egy sarkat, ások, kapálok, rendbe rakom, sepregetek, lenyírom a füvet, tehát mindig van mit csinálni, ezt mondják valami, mindig van mit csinálni. És akkor körülbelül most mennyi időt fordítasz a munkádra, és mennyi arányban tudsz dolgozni? Három hónapban ugye, úgy, ahogy mindenkinek, így nekem se volt sok melóm. Így vagy festegetek egy-két apró megrendelésem van, igazából próbálok minél kevesebben lenni. Tehát itt rengeteget bontottam, ami 20 éven keresztül el volt hanyagolva, tudom rendbe rakni, válogatok, rendezgetek, egyik erről holdom át a másikra. Te mondom, hogy többnyire itt kín vagyok, nem keresek pénzt, de tényleg keveset is költök ahhoz képest, hogy mondjuk, hogy éltem kint Belgiumba. Ugye én Temesvárra mentem egyetemre, utána egyből kimentem a jogosztályra munkát keresni, és kocogattam 8 évig. Addig tartott az ambícióm, hogy elektronikai karriert csinálok. És egy pillanatban már ott tartottam, hogy már nem volt jó a hely, meg kicsit lapoztam volna, kimentem volna még nyugatabbra, tapasztalatszerzés, vagy esetleg mondjuk anyagilag is nem vittem annyira jól, tehát nekem nem jött össze a magyar álom, így mondva. És akkor kimentem Belgiumba. Ott viszont találtam egy másik fajta közösséget, igaz, hogy ritkán dolgoztam, tehát voltam munkanélküli is. Nagyon nehéz ott munkát találni románként, tehát román útlevélre, megvettem magyarul, utána kicsit könnyebb volt.
De addig kb. Egy év, másfél éven keresztül azért ott is úgy voltam már, hogy még megint lapoznék és mennék tovább Angliával, főleg, hogy nyelvi problémák, meg ilyenek. Aztán elkezdtem holland nyelvet kirejelni, és akkor utána egy kicsit úgy jobban mentek a dolgok, és voltam interjúkon, aztán felvettek egy céghez, ott is dolgoztam reklámgrafikusként. Aztán betelt a pohár, fizikailag kezdtem nem érezni jól magam a bőrömbe az irodai élettől és az állandó számítógépezés üléstől, és akkor azt mondtam magamnak, hogy na, akkor kéne keressek egy gyömellót, ahol mozgok. És így kerültem egy kocsmába, egy sarbárba dolgoztam hat évet majdnem, mielőtt hazajöttem volna. Az például nagyon jó tapasztalat volt, mert rengeteg világ minden tájáról mindenkivel találkoztam, és mindenféle emberrel a hat év alatt, és mindenféle helyzetben voltam. Másrészt meg láttam ugye, hogy a nyugati világ merre fejlődik, az előnyeit és hátrányait is. Nem tartom magam gazdagnak, de egy ilyen területtel a külföldi szemlélet szerint én ott nagyon-nagyon gazdagnak számítok. És akkor ez volt a cél, amire hazajöttem. Mondjuk úgy látszik, hogy pont jókor, mert itt az az egész időszak, és hát örvendek, hogy itt voltam ebben a pillanatban, és nem ott kint ütöttem ezt a 3-4 hónapot. Igazából, hogyha a híreket nem olvasom, vagy ha az emberek nem mondják nekem, hogy mi történik, én észre se vettem volna. Tehát az életem ugyanabban a vágásban haladt tovább. Mondjuk annyi, hogy időjárás függő, tehát esik az eső, akkor nem lehet kint lenni, igaz, de azon kívül, amikor szép idő van, akkor kint vagyok, és ez tényleg teljesen, hogy mondjam, kicsit más, mint ha mondjuk az ember blokkba érted bezártságba viszelni az egész időszakot. Tehát nekem ez nagy dolog volt. Csak a boltba jártam, vagy esetleg a borvízhez. Akkor az, hogy emberekkel nem nagyon lehetett találkozni? Különösebben az én életemet nem befolyásolt, én megszoktam az egyedüllétet. És akkor itt közben sikerült dolgozni, festegetni valamit, festeni? Hát vannak időszakok, amikor számítógépen vagyok, csak nekem nem tudom, mert én nem tudom összekeverni a kettőt, tehát úgy vagyok vele, hogy mondja, amikor neki fog festeni, akkor nagyon rá kell készüljek, lelkileg elkészek egy olyan nyugalmas, amikor tényleg nem aggódok se pénz, semmi miatt. Tehát amikor van egy 2-3 napom, akkor rá tudok hangolódni valamire. A másik az, hogy ugye hazajöttem Belgiumból, és hát utána Szegeden is hagytam egy csomó dolgot, és azok múlt évben kerültek vissza, úgyhogy ebben a szomálva kávé dobozokban 25 éven össze van gyűlve. Bowling. Mondjuk erre most így van felkötve. És akkor mi ez? Gőkori kerekek, használat. Ezeket te kóptattad? Itthon, meg Belgium az elmúlt 4 évben. Úgy évente egy olyan 3000 kilométert szoktam, 2500 kilométert tekerek. A képek is egymás egyén hátán, mondjuk elég sokat eladtam ezek közül. Vannak régebbiek persze, mondjuk nálam az a helyzet, hogy minél több, tehát hogy mondjam, hogyha aktívan dolgozok pár órát egy nap, és éveken keresztül, akkor úgy érzem a fejlődést, és amit régebb csináltam, azt már nem tetszenek annyira. Ezek mind kiértségbe csináltam egy kiállítást most. Furcsa az, hogy pont az utolsó kiállítás, az egyik utolsó kiállítás volt az egész időszak előtt. Elég sokan voltak a Székelyföld galériájában. És ott 40-40 volt a téma, mert az elmúlt időszakban, Belgiumban is kicsi helyen laktam ezért. Hát igazából volt egy állványom. Én kaptam egy állványt valakit, és azon kezdtem festeni a nagyobb képeket, ezeket például. Ott csináltam. Viszont kicsi szobában, ugye, ahol alszok, ahol leszek, ahol mindent csinálok, hogy nehezen fértem, és egy pillanatban az állvány eldőlt. És így szépen rázóan terve, és egy jó 15 centis hasadás lett a képen, amit 8 hónapra festettem. Ez mi? Na és akkor azt mondtam magamnak, hogy jó, elég, most neki fogok, és akkor kismérben dolgozok, ráadásul repülőre fel tudtam rakni, tehát nem kellett hozzá a szállítás, hanem
mentem kézipodgyász, kézipodgyász, három mérképet befogtam így a honnom alá, összekötöztem őket, beraktam a kézipodgyász alá, és nem kell közben se fizessek rá, és akkor egy idő után rájöttem, hogy na, akkor ez a formátum, akkor ezt csinálom, és akkor most gyűlt össze egy annyi, hát mennyi volt Csíkszerdában, 20-20-valahány ilyen nézetes képen volt kiállítva az elmúlt három évemből. Most már lehet, hogy lassan váltani fogok, és nagyobbakat csinálok, csak egyszer a műteremet kéne megcsinálni, és ez lesz a hely a műterem majd egy pillanatban, hogyha kialakul. Ez egy orchidea például. Nem tudom, hogy sokan nézték, sokan láttak-e orchideát. Igen. Csak nem tudom, hogy ki látta benne ezt az arcot. Tehát minden orchideában van egy ilyen arc. Kicsit démoni, persze. Mi is volt a címe? Power Plant, igen, angolul. Magyarul nem jó ez, mert erőmű, ez már nem passzol. Tehát az angolban a szójátéknak megfelelt az, hogy akkor egy ilyen fényforrás, ami tulajdonképpen egy növény is. Ez majd a sorozat, amit szeretnék folytatni, tehát növényekről festeni. Szereted az ilyen két jelentésű, két értelmű dolgokat? Nagyon, sőt, vannak olyan képeim is, amit úgy csinálok meg, hogy mind a két, hogyha elfordítom, akkor is jó legyen. Most már kevesebb maradt. Ez is például kétféleképpen jó, így is. És így is. Tehát, hogy valaki megunja, akkor tud egyet fordítani rajta. Ha grafikában dolgozik az ember, akkor tényleg eljutsz egy olyan pillanatban, hogy mértani formák vannak, és állandóan rendezni kell egy oldalon belül, mikor tördelsz, akkor egyenesebben gondolkodsz, körökben gondolkodsz, tehát melyre jobban a logok is stilizálva vannak, minden jobban stilizálva van, és akkor ezt az egészet próbáltam átültetni, megfesteni. Tehát egy pillanatban tussal is festettem, rajzoltam, tehát festmény volt és tuss volt egybe, nem tudom, van-e ilyen. Csak igen, ez például régebbi munkám, mert festettem is, és tusrajz is van rajta, de egy idő után nehéz volt ezt kontrollálni fel nagyobb méretekbe, hogy nem találtam olyan szereket, hogy az akril és a tust egymást úgy fedje, amikor akarom, vagy oldja, vagy ne oldja, érted? És akkor egy kicsit komplikált, akkor azt mondtam, hogy mostantól csak festek. És akkor bajtam a kartont is, tehát farostot is, és elkezdtem direkt méretre festett vásznakat keresni, és akkor arra festek vászonra, de csak is akrillal persze. Ezek másak, ezt is úgy érzem, hogy még nem fejeztem, mert még tudnék dolgozni rajta. És nálam ugye elég sok idő egy képet megcsinálni, tehát kint is Belgiumban kicsi helyen laktam, és akkor igazából azzal keltem, azzal feküdtem, hogy a képet láttam, tehát feküdtem az ágyom, mert a lavás előtt még néztem, reggel felkeltem, arra keltem, és akkor így hónapokig eltartott egy munka, és minden nagyobb volt, akkor annál többet dolgoztam rajta, minden részlet ki akartam dolgozni rajta. Ahhoz képest ezt a képet mondjuk egy hét alatt festettem, úgyhogy ez már nagy dolog volt. Most úgy vagyok vele, hogyha semmi más dolgom nincsen, akkor egy ilyen kisebb méretű képet egy ilyen 3-4 nap alatt meg tudok csinálni.
nem előnyös, mert mondjuk elmegy egy aktotelepre, akkor nem tudok sok képet gyártani, hanem mondjuk 2-3 jön össze, és átlagot kell hagyni egyet vagy kettőt. Tehát van olyan is, hogy elmegyek egy telepre, megcsinálok két képet, egy hét alatt, és mind a kettőt marad, és én eljövök. Köszönöm szépen. Van olyan képed, amit ez alatt az elmúlt 3 hónap alatt készítettél? Hát kettőt készítettem. Most dolgozok egy harmadikon. Igazából kettőn dolgozok egyszerre, amíg az egyik szállod, addig a másikat kell foglalkozni. Van egy ilyen képen is, amit annak idején... Ez is szimbolikus volt igazából, hogy hazajöttem, és az én kicsi házamat tartom a kezembe. Most ezt az elmúlt pár napban csináltam. Ezt még elkezdtem úgy nyáron, most próbálom megcsinálni rendesen. Tehát igazából ahhoz képest, hogy mennyi időm volt, keveset festettem, mert nem bírtam bent ülni. Mondjuk kint is festhetnék, az igaz, de itt bent van a zeném is, akkor mindenki kéne rámolni, festéket kihordani, jön az eső, akkor bepakolni, tehát körülményes. Még nem tudtam összeegyeztetni a kettőt. Úgy voltam vele, hogy 8. koromban már kezdtem DJ-zgetni, osztálybulikat csinálni. Persze akkor nem volt szó keverésről, szemmiről, hanem kazetta, ceruza, ragasztottuk meg, magnó, kettő egymás mellé lerakva. Aztán bejöttek a CD-k, bejöttek a lemezek. Aztán elkezdtem csinálni nagyobb bulikat is, tehát ilyen suli bulikat itt-ott Mártonáromban, meg ilyen helyeken. Amikor elkerültem egyetemre, akkor ott már nagyobb, ilyen volt egy művészeti fesztivál, emlékszem a nevére, ott is elég sokat játszottam, akkor a Magyar Diákságnak, a Temesvári Magyar Diákszervezetnek buliai, ilyen 1000 embernek például, hatalmas teremben, össze-vissza mindent, ami létezik. Kimentem Szegedre, akkor viszont találkoztam a lemezjátszós DJ-kkel, és akkor az megütött rendesen, hogy na én lemezjátszó akarok játszani, és akkor elkezdtem a lemezeket gyűjteni. És egy pillanatban rájöttem, hogy ezt anyagilag ezt nem bírom megengedni magamnak. És akkor hát sajnos még Belgiumban gyűjtöttem a lemezeket, aztán teljesen abban maradt. Ugyanúgy belecsöppentem Belgiumba is egy ilyen közösségbe, hogy igazából nem is művészekkel voltam körülvéve, hanem zenészekkel és DJ-kkel legtöbb alkalommal. Tehát, és itthon is így vagyok vele, hogy valahogy nekem művészként talán ez is látszik a dolgaimon, hogy úgy nem értek ilyen típusú befolyások, hanem nekem valahol a zene az, ami nagyon inspiráló tud lenni. Tehát nekem álló jelleggel kézenyit hallgassak, és akkor attól tudok még a nehezebb pillanatokon is átlendülni. Tehát a zene az nekem a legfontosabb. Így művészként ezt el tudom mondani. Tehát ha nincs zene, akkor neki sem fogok festeni. Ferihegyen fotóztam, persze nincs ilyen. Ezt Nagyváradon. Belgiumban egy szobor. Akkor ezt az utcán portrézást még nem csináltam? De igen, azt is csináltam. Hát volt egy pillanat, amikor rájutottam Temesváron, a Sörfesztiválon, Sörér portréztunk. Csak tudod, az ember adott mennyiséget iszik, vagy adott mennyiségű portrét csinál, akkor már nem érdekli, tudod, egy pillanatban, tehát eljutsz egy olyan. Tehát mondjuk ezek, akik csinálják Pesten is, a Váci utcán, meg ilyen helyeken, tényleg el kell jutni egy olyan szintre, hogy mi akkor is, hogyha nincs elég önbizalmad, azt kell mutasd, hogy van. Tehát, hogyha én ezt rajzoltam, és azt úgy gondolom, hogy te így nézel ki, akkor ők elhiggyék neked. Érted? Valahol hazudni is kell. Na, én erre nem voltam képes soha, tehát
vagy megcsinálom és nekem is tetszik, vagy inkább nem vállalom be. Szóval, ugye nyugaton most már, nekem az az érzésem, én kaptam egy csomó megkeresést innen-onnan galériáktól e-mailben, hogy láttuk a munkáidat online, és akkor szeretnénk, hogyha kiállítaná nálunk. És akkor én nagyon boldogan visszaírtam, hogy hogy ne, nagyon örülök, megkerestek, benne vagyok. Mi a következő lépés? És akkor jöttek az ajánlatok, árbeli ajánlatok. 200 euró nézetméter. Meg hogy te kellene fizessni? Igen, a kiállító helyét fizetni kell. Itthon viszont most már úgy vagyok vele, hogy kéne fessek új gépeket, mert nincs egy kiállítás való. És lenne, ha kiállít, csak hívtak Brassóba, Temesvárra, Szegeden. Tehát akármikor, hogyha úgy vagyok, hogy van egy teljes anyagom, akkor meg tudom mutatni bárhol, és ráadásul nem kell fizessek a helyért, esetleg protokollálva van, vagy szállítási költség. Tehát itt ennyiben azért különbözik, hogy itt kicsivel nagyobb a támogatottság. Szinten baráti körömben, vagy az emberek ismernek azok között, hogy mondjam, tehát úgy érzem, hogy van egy adott szintű kedvelés az iránt, amit csinálok. Persze nem tudom eldönteni, hogy ez most személyfüggő-e, tehát azért kedvelik a dolgokat, mert én csinálom őket, vagy azért kedvelik, mert tényleg tetszik nekik. Persze ez egy olyan dilemma, de ettől függetlenül, hogy mondjam, már olyan szinten tartok, hogy már hogy részemről, amit csinálok, azt már elfogadtam, és tetszik az irány, amerre megyek. Az, hogy esetleg mikor jutok el egy olyan szintre, hogy mondjuk csak ebből éljek, azt nem tudom. Most úgy gondolom, hogy nem lehetetlen, de szeretném megpróbálni. Ezért is jöttem haza, hogy legyen egy műtermem például. Tehát ez az egyik dolog, hogy legyen nyugalom az életemben, eljussak egy olyan szintű egyensúlyhoz, hogy képes legyek többet és jobbat csinálni.